A kőbányaiakat is érinti mindaz, ami az idei esztendőben a személyi jövedelemadó fizetés házatáján a NAV intézkedései között szerepel. Mindenképpen a tisztelt polgárok kényelmét szolgálja ez a változás, amelyről stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Tehát mi ez az újdonság? Üdvözlöm Önt és a kedves tévénézőket is! Az újdonság az, hogy ebben az évben, idén először a Nemzeti Adó és Vámhivatal elkészíti előzetesen a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét is minden arra jogosult magánszemélynek. Azért is mondom így, hogy arra jogosult magánszemélynek, mert van három adózói csoport, akiknek nem készíti el, ezek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek. Korábban ezt kérni kellett, ugye? Hát korábban tulajdonképpen nem is készült el, tehát korábban mindenkinek magának kellett elkészítenie, kivéve, hogyha munkáltatói azt választotta, hogy a munkáltató készíti el az adóbevallását. Igen, tehát akkor végül is ez a adóbevallás az elkészül, hol lehet ezt látni, hiszen jó, ha az ember azért rápillan. Hát mindenképpen, ezt mindenkinek javasoljuk. Hát mivel ez alapvetően egy elektronikus alapú bevallás, ezért az ügyfélkapun keresztül kerül kiküldésre. Így március 15-től már mindenki, aki rendelkezik ügyfélkapuval, ezt ott megtekintheti, és ezt követően természetesen majd javíthatja és ki is egészítheti. Hogyha nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor pedig kérheti a papír alapon történő kiküldését. Tehát azt a NAV-nál kell kérni. Így van, mindenképpen. Hát március 15-e után már csak személyesen az ügyfélszolgálaton teheti ezt meg. És mi van akkor, hogyha valaki megnézi az önök által elkészített bevallást, és azt mondja, hogy hát ez azért nem egészen így van, mert ez meg az, akkor mit csinál? Hát itt is ugye megvan két lehetőség, hogyha az ügyfélkapun keresztül nézi meg, akkor ott rögtön egy online felületen ezt tudja javítani. Tehát belejavíthat, átszerkezthet, illetve véglegesítheti is. Hogyha pedig papír alapon kapta meg a tervezetet, és észrevesz benne bármilyen hibát, illetve ki szeretné egészíteni, akkor külön kell neki benyújtani a 16SZIA nevű formanyomtatványon a bevallást. Ugye egy ilyen esetben, főleg akkor, hogyha változtat rajta valaki, akkor kritikus kérdés a hitelesség. Hogyha valaki az ügyfélkapun keresztül elektronikusan változtatja meg az adatokat, akkor az automatikusan az ő aláírásával legyen értékű? Így van, tehát ahogy belép az ügyfélkapun keresztül, ugyanúgy hitelesíti a rendszer majd a végén ezt, mintha egyfajta elektronikus aláírás kerülne rá. Az elképzelhető egyébként elvileg, hogy önök elkészítenek egy ilyen adóbevallás tervezetet, személyi jövedelemadóról beszélünk, de önök alkalmasan nem tudnak mindenről, amit, ha úgy tetszik, hozzá kell tenni. Természetesen. Ugye maga az adóhatóság az adó nyilvántartásokban szereplő adatokat veszi alapul, és ez elsősorban a kifizetőktől, illetve a munkáltatóktól származó adatokat jelenti. Nagyon sok mindenről nem tudhat természetesen ennek megfelel az adóhatóság, ami mondjuk egy jövedelemnek minősül, és így adóköteles. Elég, ha arra gondolunk, hogyha egy ingatlan értékesítésből származó jövedelme van a magánszemélynek, vagy egy nagyobb ingóságot ad el, ami már adóköteles, illetve hogyha a magánszemélynek bérbe ad egy lakást például, és az abból származó jövedelmet. Ezzel ki kell egészíteni mindenkinek, tehát ez továbbra is ugye a bevallási alapú a rendszer, és önbevalló ugye mindenki, tehát ezt mindenkinek magának kell majd akkor kiegészítenie. Hogyha valaki évközben munkahelyet váltott, akkor mi a helyzet? Hiszen mondjuk alapvetően az alkalmazottak esetében a munkahely kommunikál a NAV-val, illetve fizeti be a szükséges összegeket, járulékokat. Így van, mivel folyamatos a kapcsolattartás egy munkáltató és az adóhatóság között a járulékbevallásokon keresztül, ezért külön teendője nincsen, hiszen az adóhatóság ezeket az információkat is látja, és ennek megfelelően állítja össze a tervezetet. Figyelembe véve a régi, meg az új munkáltató adatait. Erről jut eszembe, hogy láttam a NAV talán honlapján egy olyan információt, amelyben arra buzdítják az embereket, hogy a NAV
megkérdezésével meggyőződhet valaki arról, hogy a munkahely befizeti utána azt, amit be kell fizetni. Így van, igen. Ez mindenképpen javasolt. Erre is jó egyébként az ügyfélkapu, hiszen azon keresztül ezeket az adatokat mindenki napra készen tudja látni. Puskázok itt, hiszen adóügyben jó, hogyha az ember körültekintően kezeli a dolgokat. Mi újság az adókedvezményekkel, ha az ember úgy gondolja, hogy van neki? Hát igen, ezt az adóhatóság is úgy gondolja, hiszen jogszabályok biztosíthatnak adókedvezményeket. A tervezetben ezt figyelembe veszi az adóhatóság, hiszen előzetesen, ha például a családi adókedvezményt vesszük, ami egy tipikus adókedvezményi forma, előzetesen már nyilatkozott róla a magánszemély, még az év elején, és ezek a nyilatkozatok, illetve a jogszabályi előírások alapján fogja az adóhatóság a tervezetbe is ezeket érvényesíteni. Mindenképpen érdemes átnézni ezért is, hiszen hogyha mégis kerül bele valami hiba, sok változója lehet. Ugye például egy családi adókedvezménynél, hogy hogyan osztják meg egymás között a házastársak, vagy kedvezményezett eltartott, vagy csak eltartottról van szó. Illetve az is lehet, persze előfordult, hogy valaki nem kívánja igénybe venni a teljes időszakra mondjuk az adókedvezményt. Sok nyugdíjas dolgozik a nyugdíj mellett, akár azért, mert szeretne, akár azért, mert szüksége van rá. Ezekkel az esetekkel mi a helyzet? Hát szerencsére, illetve természetesen továbbra is adómentes a nyugdíj, így ezek így csak a nyugdíjon felül szerzett jövedelmet kell figyelembe venni, ez is csak ez kerül bele a tervezetbe, illetve csak ezt kell bevallania annak, aki már nyugdíjas. Hogyha valaki mondjuk esetleg nem figyel oda, nem nézi az ügyfélkapun esetleg hozzá megérkezett ilyen tervezetet, vagy nem kap semmiféle értesítést, attól még nyilván adóköteles. Ebben az esetben mi a tennivaló? Így van. Hát ebben az esetben, hogyha valaki mondjuk nem akarja ezt, nem nézi meg a tervezetet, akkor ez lesz az elfogadott bevallása, mégpedig a határidő lejártával, május 22-ével, mert ugye a jogszabályi határidő az május 20, de mivel ebben az évben az munkaszüneti napra esik, tehát szombatra, ezért a következő munkanap lesz a határidő vége. Még annyit hozzátennék, hogy amennyiben a tervezet alapján befizetendő adója keletkezne, illetve visszaigényelhető adója, valamint már látszik a rendszerben, hogy kiegészítésre szorul, csak ugye erre nincsenek pontos adatok, és április 30-áig nem nyújtja be az adóbevallást, illetve az ügyfélkapun keresztül nem nyitja meg, ebben az esetben mindenképpen papíralapon kiküldésre kerül azoknak a magánszemélyeknek. Tehát akkor is, ha valakinek fizetni kell, meg akkor is, ha visszajár neki pénz. Igen. Van egyébként gyakori, hogy visszajár? Igen. Gyakori. Tehát akkor érdemes figyelni. Persze, így van, érdemes. Van-e valami, ami még, ha úgy tetszik, olyan típusú praktikus információ, amit ez a csokorhoz hozzátenne, mert én már kifogytam a kérdésekből. Én csak annyit tennék hozzá, hogy mindenkinek javaslom, hogy nyisson ügyfélkaput, ugyanis hogyha bármikor megnyitja a bevallás benyújtásának a határidejét, tehát május 22-ig, akkor rögtön megjelenik a tervezet, rajta kérnie sem kell. Tehát meg tudja tekinteni bármikor addig. Illetve még egy dolgot tennék hozzá, hogy a papíralapon kérte a kiküldését, akkor mindenképpen figyeljen arra, hogy május 2-áig meg kell, hogy kapja a jogszabály szerint. Folyamatosan küldi ki az adóhatóság, de legkésőbb május 2-áig, és ha mégsem kapná meg, akkor ezt jelezze az adóhatóság irányába. Egyébként egy olyan dolog, ami így hirtelen nem jut eszembe, hogy miért lenne valaki számára fontos, de akár még ilyen csodabogár is lehet. Elképzelhető, hogy valaki kéri, hogy a NAV ne készítse el automatikusan az ÖSZIA bevallását? Mármint ezt a tervezetet, ugye? Ezt a tervezetet. Hát ezzel még nem találkoztunk, de végülis mindenre lehet példa, de jelen pillanatban ezt jogszabály írja elő, úgyhogy kérés nélkül is elkészül, csak akkor legfeljebb nem fogja megtekinteni, hogyha ő ezt úgy gondolja, hogy nem tart rá igényt. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm én is.